Szia! Szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon! Képzeld el, kint süt a nap, mutatom! Oda néz! Elmentek ezek a felhők, korábban egy kicsit felhős volt még az idő, de úgy néz, hogy kezd jobb idő lenni, úgyhogy talán elmennek ezek az esős felhők. Itt a Lukasz, szervusz! Aztán, amit akartam tőletek kérdezni, ugye nem sokára jön vissza valami ötnek az újabb részei, most már filmeztünk egy párat, még mindig akarunk filmezni egy párat, de az időjárás miatt ugye nagyon nem tudtuk. Eddig melyik volt a kedvenc valami ötötök? Tehát ebben az évben, a múlt évben az összes közül ide a videó alá írjátok meg, hogy melyik volt a kedvenc valami ötötök. Amiért még kérdezem, ugyanis nyereményjáték lesz ma, és részt szeretnél venni a nyereményjátékba, semmi más nem kell tenned, mint megírni a videó alá, hogy melyik volt a valami kedvenc. A valami ötből melyik volt a kedvenc részed, és részt fogsz venni ugye, a nyereményjátékban, nincs rossz válasz, nincs helyes válasz, csak kíváncsi vagyok rá. Nem más lehet ma nyerni, mint egy képes tapot és egy kulcstartót, ugyanis még mindig van egyet, nem kettőt, egyet. Ugyanis még mindig van. Neked melyik volt a kedvenc valami ötöd? Hát nem volt az az ázsiás kóstoló és ital. Az nem volt? Nem. Nem az a kérdés, hogy melyik nem volt, hanem hogy melyik volt? A legelső valamiért az, ahol nem tudtuk látni mi a kaja és... Amikor be kellett kötni a szemünket és a másnak adtunk különböző féle fajta ételeket, meg italokat, meg kellett kóstolni és el kellett találni, ugye, hogy... az tényleg az vicces volt, arra emlékszek. Te... nekem a kedvencem, én nem is tudom melyik volt. Nekem nem tudom, mindegyik. Én mindegyiket szerettem, kivéve ezeket a kínai kóstolósokat én annyira, úgy ahogy a Lukasz, annyira nem szerettük, de amúgy nem tudom. Itt van a Davis is, mi a helyzet? Mi? Ja, itt van a hajszállító, ugyanis ezzel nem más akar csinálni, mint porszívozni, de lerakta és elkezdte így tologatni. Mondtam, hogy ez nem porszívó, ez hajszállító, de a hajadra. Ugye, ide, mutatom, látod, hogy belüljük és így fújja a levegőt és megszárad a hajad, hogyha vizes. Jó? Ez nem játék. Te! Amúgy, most nem más csinálunk, mint elkészülődünk, és lassan el fogunk menni valahova, hogy hova, nem tudom, olyan messzire nem megyünk, ugyanis dolgoztam ma megint, szokás szerint. Valahol ide közelben, valószínűleg bevásárlóba, vagy valahova ugyanis kell venni. Szokás szerint a Davisnek megint kell venni egy ilyen pizsama fölsőt, ugyanis múltkor még mindig nem kaptunk, ugye múltkor is elmentünk, de nem kaptunk. Aztán menjünk majd a szüleimhez is ugye később. Egy házat megnézünk kívülről, lehet, hogy megmutatom nektek is, lehet, hogy majd belülről is, és majd eldöntjük együtt, hogy jó-e vagy nem jó. Ugyanis a képeken szépen néz ki, de élőben egyáltalán nem úgy néz ki. Hasonló, de nem, de majd lehet, hogy megmutatom, hogy mit, miről beszélek. Na néz ki van itt! Nem más, mint a méregzsák, olyan mérges lett, mert elvettük tőle ezt a, majdnem porszívót mondtam, a hajszárítót, ugyanis akarta én húzogatni a földön. Aztán péntektől, ugyanis pénteken mi lesz? Péntek lesz április 1-e, ugye? Ha jól tudom, péntek lesz április 1-e, és egy videót fogunk megosztani, egy új fajta videót, amin a Lukasszal dolgozunk most már egy ideje. Majd meglátjátok, hogy milyen lesz. Csak gondoltam, hogy megemlítem nektek, ugyanis újféle fajta dolgok... na minden. Nem árulom el, majd meglátjátok pénteken, ugyanis azt hiszem akkor lesz. Na minden. Most pedig próbálom az úgyhogy helyett most pediget mondani, ugyanis sokszor, nagyon sokszor én azt hiszem, hogy úgyhogy, mindig mondom, hogy úgyhogy, most nem más csinálunk, úgyhogy azt megpróbálom azt helyett azt mondani, hogy most pedig nem más csinálunk. Bár akkor meg az fogok hozzászokni, nem? Na minden. Úgyhogy, most pedig induljunk! Nem indulunk, még mindig készülődünk, mi mindig ugye várunk. Nézd, mi van nálam, látod? Ez tudod micsoda? Biztos, hogy tudod, ez micsoda? Ez egy töltő végül is, hogy ebbe beledugom az USB-t, ahogy látjátok, ezt a felét meg a telefonomba, hogy fel tudom tölteni a telefont. Ez azért jó, mert sokszor, általában mielőtt elmegyek aludni, akkor bedugom a telefonomat tölteni. És sokszor olyan álmos vagyok, meg fáradt vagyok, hogy elfelejtem berúgni. Pedig minden este bedugom, de valamikor elfelejtem, és másnap reggel felébredek, és a telefonom megvan, majdnem le van merülve, úgyhogy akkor ezt szoktam elvinni a munkába, és fel tudja tölteni a telefonomat egészen 67%-ig, pontosan 67%-ig, nem tudom, hogy miért, 67-69, attól függ, és ott meghal. Teljesen nem tudja feltölteni, ez egy ilyen kínai valami dolog, ajándékba kaptuk a festékboltba, képzeld el egyszer, ugyanis, hogyha sok festéket vettél, ilyetből kaptál, minden festékes kanna után egy ilyet kaptál, azt hiszem, úgyhogy van egy jó pár itthon, ugyanis ugye nekünk nagyon sok festék vannak el. Na várjál, bedugjuk, ugyanis ezt a számítógépbe kell bedugni, ilyen USB-n, és azon keresztül kell tölteni, külön töltő nincs hozzá. Már biztos, hogy van nálatok? Van nálatok ilyen? Biztos, hogy van nálatok ilyen. Ezt miért hozzuk magunkkal, Davis? Oda néz, hozzuk a vízipuskát. Látod? Te, amúgy várunk a liftre. Mindjárt ide ér.
Na, ide is ért nézd. Megjöttünk, legalábbis majdnem megjöttünk ide, ebbe a bevásárlóba, régibe, ahol laktunk, látjátok? És az idő felhős. Ezen a részen, ugye mivel itt vannak a hegyek, itt kezdődnek, nem olyan messze, mindig felhős az idő. Ott lent mi nálunk, ahol most lakunk, ugye mivel ott a tengerpart, a szél mindig kifújja, ide felfújja a felhőket, és általában, hogyha ilyen felhős az idő, itt mindig olyan felhős, ott lent nem is. Zöld lett a lámpa, úgyhogy mutatom nektek, elmegyünk itt ezen a hátsó részen, bár én azt mondom, hogy ezt mutattam már nektek. Körbe megyünk, és a túloldalt fogunk valahol megállni. Én is itt elő sosincs helyem, ahogy most sem volt. Aztán kezdődik a szünet. Mikor kezdődik a szünet, Lukasz? Egy hét. Egy hét múlva. Nálatok mikor kezdődik a téli szünet, nem a téli szünet? A milyen szünet? Tavaszi szünet, ugye? Tavaszi szünet. Ugyanis nálunk most az őszi szünet kezdődik. Szerintem nálatok is ugyanúgy olyan húsvét környéke. Mikor lesz húsvét, Lukasz? A április 15. Április 15? Ja. Akkor az még mennyi? Két hét, három, még három hét, nem? Körülbelül három hét. Mi van most? 20 valamennyi van, én azt mondom, elfordulok. Aztán nem tudom, hogy mondtam, én azt hiszem nem mondtam, elfelejtettem mondani. Már azóta aztán nem is volt videó. A házhoz, amit mutattam nektek ugye tegnap, amit megnéztünk és mondtam, hogy beadtuk a papírokat, másnap reggel visszavontam a papírokat, úgyis úgy döntöttünk, hogy mégsem lesz az szerintem nekünk jó, mert sok minden után gondolkodtunk rajta, meg visszanéztem a videókat. És sok minden nem tetszett benne, úgyhogy úgy döntöttük, hogy oda nem akarunk beköltözni, és még várni fogunk. Ugye nézzünk egyet jövő héten, most hétfőn, és hogyha minden igaz, az talán jó lesz. Na várják, közben megjöttünk, látod? Remélem, hogy jól beálltam. Na nyissad ki, meg megálltam az autót, aztán kiszállunk és bemegyünk egyet császkálunk, meg nézzünk pizsamát, meg hasonló dolgokat, aztán megyünk a szüleimhez. Na nézd, mit találtunk. Minek hívják ezt? Stickbotnak. A telefonoddal vagy az iPad-del lehet csinálni ilyen animát, ilyen stop motion-t, ugye? És a Lukasz ezt nézi, már egy ideje van, az ilyen figura, meg egy olyan figura, meg egy tartó, telefontartó. Ez 20 már van mindenben. Történni a telefonod arra. Ez jön mindennel. Zöld háttérrel, kék háttérrel, csak a telefonnal. És mit akarsz te készíteni? Én nem tudom, valami. Valami animációt. Na minden, ha meglátjuk. Amúgy most jön a húsvét. Tehát, hogy a húsvét, hogy Nyuszi hoz neked egy ilyet. Davis is talált egy robotot. Milyen robot ez? Egy ilyen szólós robot. Világít, meg olyan, mint egy béka. Nyom meg. Semmit. Lehet, hogy le van merülve. Mi? Menjünk tovább, nézzünk át a túloldalra. Gyere. Lukasz, nézd, mit találtam. Elektromos rollert. Ez milyen gyorsan tud menni? 12 km per órában. De olyan nagyon gyorsan. Aztán találtunk egy csimát is, ebbe bele kell ülni. Lukasz, melyiket kéred, melyiket szeretnéd? Én nem tudom. Én azt mondom, azt az elektromosan. Vagy van ez a zöld is, oda néz. Hár, hogy én ebben nem férek be. Én nagyon mennék vele. Davisnek ez túl pici, vagy túl nagy, ez neked volt. 8 év feletti esnek. És én most csak lettem kíváncsi. Ja, úgyhogy te ebbe pont beleférsz. Gyere, menjünk, keressük meg a mamit, meg a Davist. Hol vannak? Nézd, mit találtunk. TikTokot. 62 van ebbe. Látod, ilyen kis picikék. Mindenféle ilyen ízű. Aztán mi van még itt? Oh my god, they have sok-sok ilyen gumicukros valami. Ja. Ez nem gumicukor, ez sima cukor, szőlőcukor, azt hiszem. Ó, te, itt vagyunk a partis részen, amúgy sok-sok cukor van, meg csoki, mindenféle fajta dolog. Aj, te. Licorice. Red, piros. Na, mit találtál? Aztán nézd, mit találtunk. Ebben lehet rakni cukrot, meg csokit, és szét lehet ütni a gyerekeknek a születésnapi partin. Ott egy dinnyés is. Lukasz, ilyet kellett volna a születésnapodra, egy ilyen dinnyét. Láthatod? Végeztünk, ugye most megyünk, azt hiszem megnézzük egy házat kívül, és megmutatom nektek, amit mondtam korábban. A Lukasz pedig nem más vett, mint... Könyvet! Nem is akármilyen könyvet, ezt a King Kongos könyvet, amúgy néztük a moziba a héten. Szerdán? Gondolom. Szerdán néztünk, és nem volt rossz, szerintem nem volt rossz, nem Lukasz, neked nagyon tetszett. Ja, de nagyon rosszul ez. Ja, ez az egész film. 375. 375 oldalas, nagyon hosszú, mint a film. A film is volt, vagy két órás, nem? Vagy ja. Kettő is, valami, két órás volt aztán.
Igen, kettő óra volt. Kettő órás volt. Úgyhogy, most elmegyünk és megmutatom nektek ezt a házat kívülről. Ez is egy ilyen régebbi ház, ugye az összes ház ez a környéken ilyen régi. Ami néztem a videót, a kommenteket a tegnapi videóra, nektek a tegnapira, nekem még a maira. Egyet vagy kettőt hirtelen láttam, azt mondtátok, hogy inkább még nézzünk tovább házakat. Ugye ez a ház nem tetszett két embernek. Valaki kérdezte, miért van rajta rács. Nem rács van, ilyen biztonsági izé volt az ablakokon. Amúgy az a régi házunkon is volt, még mikor ott fönt azon laktunk, ugye a régi helyen. Mindegyiken van. Nem azért, mert betörnek, de biztonság kedvéért szinte mindegyikre raknak. Főleg ezekre az újabbakra. Hogy miért, gondolom biztonság kedvéért azért van végül is rajta, de ahogy mondtam, visszavontuk azt az applikációt, ugye, és sötét volt az a ház, meg nem tudom. Nem, Lukasz? Ja. Ja, te ott sem voltál, hiszen te. Hát a másikon voltál ott a tegnapi. A tegnapi meg te, azt le sem filmeztem, az anyan, nem volt jó. Minden, ezt megmutatom nektek kívülről, aztán majd lehet, megnézzük belülről is. Itt vagyunk, ez az utca, ami nem tetszik, ugyanis itt nem lehet elférni. Látod, mennyi autó? De, hogy ez a ház itt balonnal. Ez itt, ott bent. De nem tudom, a környék, meg a szomszéd... Ez a környék annyira nekem nem tetszik, én azt hiszem. Túl sok ilyen, nem tudom. Na mindjárt, megyünk tovább, megyünk a szüleimhez. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok. A Davis már nézi a tévét, ugyanis esti mese van, vagy mi ez? Ez a Mekapeka nagyon szereti. Mi van ott? Ja, doboz, te! Szereti a dobozokat. Nem tudom, hogy miért minden dobozzal szeret játszani. Valószínűleg azért, mert ugye kisgyerek. Az idő, képzeld el, úgy néz ki, hogy jó idő lesz holnap, hogy is megnéztem az interneten. Látod, mennek el ezek a felhők. Holnap mondtam Lukasznak, hogyha jó idő van, megyünk és filmezünk. Valamiatt ez ugye egy újabb rész, egy érdekes rész lesz, legalábbis számomra nagyon érdekes lesz. Sok érdekes dologgal, legalábbis nem, hogy érdekes lesz. Ugye mindig mondom, hogy érdekes lesz, aztán attól függ, hogy sikerül. De, valamit akarok nektek mutatni, néztem a kommenteket tovább, eddig mindenki azt mondta, hogy csúnya az a ház, amit múltkor néztetek. Nem is az, hogy csúnya, sötét is volt, ugye mondtam, hogy sötét is, meg a nagyságára, végülis a nagysága, ezeknek a háznak a nagysága az körülbelül ekkora. Hogy hány szobásat keresünk, végülis mindegy, hogy hány szobás, legalább három szobás legyen. Ugye legyen nappali, meg egy étkező. Tehát, ahogy mondtam, ezek a házak régi házak. Régen ezeket a házakat úgy építették, hogy kicsire. A régi házunknál, ahol laktunk ugye ezelőtt, nem itt, hanem a másik, az rettentő nagy ház volt. Ezekhez képest rettentő nagy volt, még ez a lakáshoz is nagyon nagy volt. Ez a lakáshoz képest ugye nagy. Tehát ezek a házak kisebbek, mint ez a lakás. De, amit akartam nektek mutatni. Ez is egy ilyen kisebb ház, ez a ház, amit hétfőn akarunk megnézni, és nagyon reméljük, hogy jó lesz ez a ház, és beadjuk rá a papírt. És el fogják fogadni, és ide fogunk tudni majd költözni. Hogyha nem, akkor keresünk tovább. Ezen kívül, ezen a házon kívül más nincsen. Jelenleg. Ugye még van időnk, de nem minden, mutatom. Ez a kép. Az egyik kép. Végülis ez az udvar. Ezzel kezdik, hogy miért, ha nem tudom. Hoppá, hova megyünk. De várjál, mutatok egy másik képet róla, ahol van több kép. Ez a háznak az eleje. Látod, ilyen kerítéses, gombnyomással nyílik a kapu, tehát nem kell minden reggel kibeugrálnom az autóba. Várjál, megyünk tovább. Ez a terasz, nem te, mi ez? A hátsó hely, ahol ki lehet ugye ülni, van ott ventilátor ott fent, ahogy látjátok, egy ilyen nagy deck, meg egy szép nagy udvar. Megyünk tovább, ez ugyanaz, csak van egy asztal, egy másik kép. Meg változott a kert, valószínűleg ilyen régebbi képek, meg újabb képeket összekeverték, ugyanis én már végignéztem. És valahol ilyen a kert, valahol olyan, látjátok? Megint más asztal van ottan. De végül is ilyen ez a veranda, vagy nem tudom. Ez a konyha, hasonló, mint a múltkori ház, látjátok? Ott van a laundry, ahol van a mosógép. Itt a konyha. Megyünk tovább, ez az udvar, elég nagy, a Davis itt ugye tud majd rohangálni, meg a Lucas is. Ez egy szoba, ez a nappali, én azt mondom, itt a bejárati ajtó, mondjuk a zongorával ugye nem jön, de jön ilyen padlóval, ilyen fa padlóval, ott a bejárati ajtó, látod? A tévé ugye az ablak alá menne, valószínű, ha csak ezt nem ide rakod, vagy másképp rendezed be, ugye a nappali, de ez a nappali. Ez az oldala a háznak, ez egy szoba, a szobából ugye ki lehet menni ide a nap teraszra.
Aztán ez a konyha, gondolom én, mert ott ugye az asztal, ahogy látjátok, nem olyan túl nagy, az étkező végül is. Mert az asztal neki van nyomva a falnak, és a székek ott vannak, tehát max a két széket ide rakjuk a két sarokra, és mi el fogunk férni, de világosnak néz ki. Ez a bejárat, ugye itt bejöttél az autóval, itt van egy ilyen valami előkerted. Itt felmész a lépcsőn, és ott a bejárati ajtó. Ez a hátulja, amit az előbb ugye mutattam. Ez megint az eleje. Ez a carport, végülis nincsen garázs, hanem az autóiddal ide tudsz beállni. Ami végül is elmegy, mert van ugye kerítés, amit le tudsz zárni. Ez a bejárat megint, ugye itt felmész a lépcsőn, ott a bejárat, aztán itt van egy szoba, gondolom mellette, nem tudom, ugye ezt hétfőn majd kiderül, akkor megnézzük. Ez egy szoba. Ez a, látod, ahol kim volt, ez a hátsó része, ahol ki lehet ülni. Itt egy fal, tehát a szomszédot nem látod. Ez egy másik szoba, ugye, ahogy látjátok, meg még egy szoba. Ez egy még egy szoba, de hát ezen is van ilyen rács, tehát a mi házunkon is volt rács. Tehát mindegyiken van, ahogy mondtam korábban. Ez megint a konyha egy másik nézetből, ez egy másik szoba, ilyen szép színes, ez valószínűleg gyerekszoba volt, és a gyerekszobákat szokják általában ilyen színükre, ilyen élénk színekre festeni. Ez egy másik szoba, gyerekszoba, gondolom, mert gyerekfutcok vannak, ez egy fürdő. Azt hiszem, hogy kettő fürdő van benne amúgy. És nagyon sok kép van, 37 kép van, te! Ez megint a bejárat, szoba, másik fürdő, aztán megyünk tovább, tovább. Végülis itt már majdnem mindegyik ugyanaz. Legalábbis én szerintem, csak más szögben. Aztán visszajöttünk az elejére. Szóval, ezt a házat fogjuk megnézni hétfőn, egész pontosan 11 órakor, azt hiszem, ezt majd jobban meg kell néznem, és a munkából el fogok jönni haza, hogyha tudok, és van időm, akkor fogok ugyanúgy fülezni a szemeggel, megmutatom nektek belülről is, hogyha nem, akkor majd max elmondom délután, hogy milyen volt a ház, és majd kiderül. Bár addig lehet, hogy ahogy mondtam, lesz másfajta ház is, ugye, tehát még mindig nézelődünk, de eddig ez az, amire reméljük, hogy jó lesz, hogy oda megyünk ki, reméljük, hogy jó lesz mindenben. Hogyha nem, akkor nézzük tovább. Mára ennyit, úgyhogy befejezem ezt a mai videót. Egyébként semmi érdekesen már nem fogunk már csinálni szerintem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!